A Phoenix Művészeti Műhely 1998 óta működik Budapesten. Három tagozata van, színház, filmes műhely és drámastúdió. A 13 év alatt 51 produkciót mutattak be az ország számos településén. Vas Albert egyik főművét, a világ egyik legszebb román történetét, a Funtinelli boszorkányt elsőként a Phoenix Művészeti Műhely állította színpadra. Sokan figyelmeztettek, ez ugye 2008-ban volt, hogy forró az anyag. Politikai viták dúltak akkoriban éppen Vas Albert személye körül. Én meg azt gondolom, hogy a színház, legalábbis az én színházam, maradjon ki az aktuál politizálásból, azért, hogy ne érje szó a ház elejét császárnak, az Istennek, mindenkinek, amit illik. Néhány hét különbséggel mutattuk be a Vas Albert Funtinelli boszorkány című előadását és Kornis Mihály körmagyarját. Sárospatakon teltház előtt játszottak. A remek dramaturgia segítségével a színészek hitelesen adták át a havasokban élő román lány Nuca örökérvényű történetét. Hordozzák magukban a drámai erőt, a génjeikben. Ha ez nem lett volna elég, csak elég fel kellett volna hívnom a figyelmüket arra, hogy ma, aki hivatásszerűen színész, és nem foglalkozásszerűen, az deviáns. Az ugyanúgy deviáns, de bármilyen foglalkozásról van szó, ha hivatásszerűen űzik, az deviancia éppen úgy, mint a Nuca devianciája. Hogy valamit tud, valami mást tud, ismeri a lélek moccanásainak olyan részeit is, amit a hétköznapi ember nem. Egy olyan előadást láthatott a közönség, amely tisztaságával, szókimondásával, értékrendjével szembefordul az önzéssel és a hazugsággal, a kirekesztő gondolatokkal.